Na szóval, sziasztok! Üdvözlöm mindenkit egy újabb videóban. Ismét itt vagyunk egy szerdői frissítéssel, amiben hát elérkezett hozzánk Halloween, legalábbis az elsősós Halloween legutolsó hete. Ez azt jelenti, hogy jövő héten kiveszik az erődöt, és nem fogunk tudni egészen jövő októberig idejönni, úgyhogy most már ezt az utolsó egy hetet ki kell élvezni. És hát az elsősótól kaptunk egy új feladatot, Látod azt a az hosszú zöld tűzcsobát, ami elhúzott mellettünk? Nem szívesen lennék annak helyében, akit üldöz. Oké. Okay. Ha elég gyorsan átléz a kapun, talán megpillanatod, merre siet. Iha. Hát hova ment a ez Egyébként mondom, hogy nem volt cutscene, tehát nem láttuk, úgyhogy gondolom, hogy ezt így el kell képzelni. Jó, tudom, hogy ez a sztori, hova fog vezetni, mert ez tavaly is benne volt. Viszont megyünk és megnézzük, hogy ez a vágtázó vajon hova mehet. Jött be ez a sztori folytatás, illetve jött be egy új funkció is, ami csak halloween day marad, és hát az új funkció az igazán nem is annyira új. Egyébként miért erre megyünk? Elvileg nem erre kéne, hogy legyünk. Va valami változott? Nem a legjobb a memóriám. Öreg vagyok én már. Itt vagyok. Ó. Oh. Egy bokorba kell bújkálnotok? Vágtező elől? Majd pont itt nem talál meg? Tudom, ez eléggé jött, hogy itt rejtőzködöm vágtező Tomzan elől. Egy ételi lényre bokorban kucorog. E, Linda, ezt, ezt ne próbáld meg megmagyarázni, jó? mert csak rontasz a helyzetedet. Kövesd a gyanús szellemet Lindával, elvisz biztonságos helyére, valahol a Ö, Ne haragudj, de nem szeretem, amikor egy ezer éves fickó fogja a vállamat, miközben lovaglok, jó? Oké? Okay. Nem fordulok jobbra, majd én eldöntöm, hogy hova fordulok. Barra megyünk. Ö, jobbra! <laughs> jó, ne, ne, ne aggódjatok. <laughs> Minden a legjobb. Na, gyere Linda, gyere, gyere, gyere. A saját utainkon folytatjuk, jó? Na, itt van a titkos kőkör. A titkos kőkörnél annyit kell csinálni, hogy a lovacskával végig lovagolsz a körben, és akkor vissza elmész Pandóriába. Nem Pandóriába, hanem mi, mi, tudom én, valami titkos helyre, valami mókussal. Tök jó egyébként. Itt vannak ezek a kövek, ezeket egyszer rásuhintottam, és akkor ö, fölvillantak, azóta így vannak. De mondom, hogy majd én eldöntöm, hogy merre megyünk. Ne, ne aggódjál, te fölspilázod magadat. Nem jó az. Itt van Elizabeth háza. Itt van egy bolt, amiben fogalmam sincs, hogy mi van. De meg megmutatja. Majd én eldöntöm, hogy hova fordulunk, maradj be. Na, itt van Fara, akinél lehet ilyen virágokat fölszedni, meg mit tudom én. Nézz szemét! Mondom, hogy majd én eldöntöm, túl spilázod magadat itt az egészen. Nem, nem kell ennyire beleélni magadat. Majd megyünk. Most, most azt akarod nekem mondani, hogy nem érzed jól magad velem? Vagy, vagy ez mire szeretne utalás lenni? Hogy te itt folyamatosan irányítani akarsz. Engem senki nem irányít. Gyere, ezért elmegyünk az erődbe. Visszaviszlek én magam. Nem viselkedsz. Hol van Vágtázó? Ah, oh, né. Nézd csak, meghoztam a barátodat. Szeretnéd? Hát nem. Igazán hatotta meg egyik őket sem. Nem fordulok balra. Jobbra fordulok. Majd én eldöntöm, hogy hova fordulok. Itt is jobbra vagy balra? fordulj jobbra, jó. Ő mondta. Amúgy ne haragudj, eléggé zavar, hogy ilyen ezer éves vagy, fogdosod a vállam, amit jelenleg a derekam, és közben sutyaraksz a fülembe. tehát ne haragudj, abba tudnák hagyni ennek a három dolognak mind a három részét. Légy szíves? Itt zavarod a lélek jelenlétemet. Végig hagynod kellett volna, hogy én vezessem az utat. Nézd meg, Linda is milyen jól el van. Meg lehetett volna ezt úgy is oldani, hogy egy szót nem szólt, ehelyett hogy sutyorogsz mögöttem. Nem hiszem el. És akkor ne dobja, ki az első ároknál, ahol ki lehet. El kellett volna lebegned oda, ahová megyünk, azt akkor nem kellene mondogatnod. Örüljé. Utoljára látta napvilágot, csak mondom. Egy kise ellenséges együttes megoldást követünk. Hm. Érdekes. Hát itt is lennénk. Biztonságban vagyunk. Vágtázó, Amika. hol vagy? Mielőtt ő, bárulatlanul belém folytották a szó, meg is érdemled, Linda. Gyerek, valami nem stimmel vele kapcsolatban. Úgy érzem, hogy valamit rejteget, valami nagyon fontos dolog. És ezt pont mellette kell mondanod úgy egy két centire? Annyi kérdés van, hogy nem akar válaszolni. Majd kiszedem én belőle. Eddig sem voltam biztos a karakterem mentális egészségével kapcsolatban, de ezek után már tudom. Hol, de Tamás. Nekem nem tetszik ez a lilla levegő nem egészséges. Itt a hegyekben jó levegőnek kell lennie. Ez nem az, aminek hiszed. He? te teljesen? Oké, okay, te kis mi az? Na, állj el, bodrik! Nyugszik! Mindent elmondok, amit tudni akarsz, de cserébe segítelet kell nekem. Az információ nem jön ingyen. Az szerinted a lovamnak a hátát ingyen koptatom, na perkelj csak. Miért vannak nálad vágtező emléktöredékei? A töredékeket, amiket a rejtek helyen találtál, csak városok emléktöredék közül, amelyeket elloptam szegény öreg vágtázótól. Hogy miért loptam el őket? Hát nem egyértelmű. Tudtam, hogy basszorú volt éhes, egyre közelebb bizott ahhoz, hogy megfejtse az igazságot. Most volt úgy intéznem, hogy elfelejtse mindent. El kellett tüntetnem a nyomokat, aztán ti megjelentetek. Most pedig segíteni fogtok. Badrik, szerintem Tamás jön. Van egy sejtésem. De a biztos... miből gondolod? A fekete fűsből meg a ködből? Szerintem nincs kint Tamás. Gyorsan cselekednem kell. Bezárom az ajtót. Vágtező elkerülhet minket, de borodik itt is. Tehát néhány szörnyűséget tényleg meg akarom menteni. Tamás. Ne, ne is, ne is törődjetek velem. Tényleg, igazából nem kell. Tényleg, ne, ne, ne foglalkozzatok velem. Hoppá, jaj, milyen szerencsétlen vagyok. Jaj, hoppá, ú, nem szendékos volt, bocsánat. Tamás! Hát mondjuk ennél lehetett volna valami több is, Tamáskám. Azt el is húztál? Ne haragudjál, nekem köszönheted azt, hogy bosszút állhattál. Hát ezek Ó... Én nem tudom, miért vérjém ezt az egészet. Nem tudom, Linda. De gondolj arra, hogyha elalszol, és nekem kell megmenteni téged, akkor valószínűleg nem leszel megmentve. Mert amint megkapom az első lehetőséget, hogy az egyik léleklopost feláldozzam, felfogom. Ezt vidd a többieknek. Hadüzenetként. Szegény vágtázó, állandó gyötrelmek kínozzák. Ó, elveszett a feje. Vajon mi kínozhatja, ha nem gyötrelmek? Fú, ha halad, nem is tudod, hogy miről maradtál le. Annyit tudok kregykálni. Hé, hát visszajöttél. Minden ilyen kellemes és csendes volt nélkül a Linda nőszemény nélkül. Na, látod, ezt teljes mértékben megértem. Tehát már ezen gondolkozok, hogy hogyan tudnám kijátszani az esős hogy én itt maradjak, ezen a kis pár szigeten. Mert akkor megszabadodok a léleklovasoktól. Tehát látod, ebből irigyellek. Ja. De most, hogy megvagyunk Tomzonkával és hát Tomika az elkapta az ellenségét ismételten. Hello Tamás! Egy, egy köszönöm azért úgy Isten igazán megérdemelnék. De min, mindegy, semmi baj. Ne aggódj. Nem veszem zokon, vagy bármi. Na, tehát most, érzem meg, vagyunk. Ö, jött be egy új, új, új küldetés, új küldetés ami nem Karinnál lesz. Mi is volt az eredeti gondolat, nem Ja, igen, kaptunk egy gyönyörű szép nyerget, amit nem tudom nektek megmutatni, de egyébként ugyanaz, mint tavaly. Illetve kaptunk 100 karakter xp ami ami egész jó, tehát azért be kell vallani, hogy egészen tűrhető. Na, Viszont az új funkció, ami tavaly is bent volt, tehát nem új funkció, csak idén új. Na, mi, mi értitek? Az az, hogy találtunk szellemeket. Vágta az úr, ugye otthon a szellemek számára, de vannak, akik nem nyugodnak, és csak arra vágynak, hogy meglátogassák korábbi otthonukat. Vannak olyan lakóink, akik igazán, igazán a dolgokat. Hallatok egy kis információt róla, segíteni a biztonságban hozózni őket? Szóval lényegében ettől a szellemtől mindennek kapni fogunk egy ilyen kis rejtvényszerű dolgot. És hát nem is azt mondom, hogy rejtvényt, inkább egy ilyen karakter leírást, illetve helyszín leírást, És akkor meg kell keresnünk. Az első szerdai szellem az nemes, mint egy ilyen csillaglesűs szellem, aminél nem kell más tenni, mint elmenni Fairgrove-ba. És itt nagyon szépen elindulunk kifelé. Szemét. Ú, uh, még több szemét. Ú, még több szemét. Na, és akkor itt megindulunk nagyon szépen lefelé követve az útvonalat. És hogy hogyha itt eljövünk a piros vonal ösvényhez, akkor itt kéne valahol lenni a kis drágának. Meg is vagy? Hát tudtam én, hogy itt leszel. Tavaly is elhagytad saját magadat, hogy pusztulj meg. Merre kell mennem? Nem fogok azért. Ez az... Na, ne segítek neked. És is Istenem, amennyi szellemet utaztatok ezen a szerencsétlen lovon. Tütő, meghoztam az elveszett szellemet, tütő. Ó, hogy ennek is pont itt kell lennie. Na, itt van, nesze, örüljé. Ja, várjál, téged nem ide kellett volna, hogy hozzalak, mi? Ó, a fenébe. Mit fel a szellemet, le Jorvik legmásabb pontjára? Hallod, nem szállnál le és lebegnél el odáig? Tehát, neked egy kicsit egyszerűbb a helyzet, mint nekem. Csak úgy mondom ha már ide elhoztál. Vagy mi lenne, ha feladnád az álmaidat, és inkább itt maradnál, hát? Majd, majd, jövőre, na? No? Úgy is előtted áll az örökké valóság. Nem lesz jó, hogyha jövőre mész. És örülne, hogy most hazahoztalak. Tudod, mit te az exkluzív utat fogod megnézni? Tehát ezt az utat, ami ilyen farkasokkal telünk meg ilyenek. De itt fogsz jönni most. Nem majd ott fölmegyünk egy kis ösvényen, de hogy is? Megmásszuk mi ezt a hegyet. Na, nesze. Ez elmondod, hogy naplementéig álltunk itt. Vagy itt töltöttünk egy éjszakát? Sokkal szebb, mint álmodtad. Hát ezt megálmodhattad volna jövőre is. Én nem akarok veled gonosz lenni, de... Várj, most hova tűntél, mert nem vagy a lóhátam. Térj vissza, De hát most engem... De, de... de, most fel kellett, hogy vigyem a hegytetőre, mert nem bír föllebegni ide de haza már haza talál nem érzem magamat kihasználva, de hogy is. Nem bántja a lelkemet. Tomika nem tudja megköszönni a feláldozásomat, neki megy minden egyes hídnak, ami a... Oké. Okay. Jó, semmi baj nincs. Jó. Értem. Hát itt vagy tőlem mind a ketten és éppen is egészségesen. Ezt nem mondanám. Szerinted a terapeutát ezután ki fogja állni? Hm? Nem majd én. Ennyi. A következő az holnap van, ugyanez a feladat, kapsz egy karakterleírást és egy helyszínleírást, és akkor hát meg kell keresni a szellemet. Nem tudom, hogyha valakit érdekel, akkor tudok róla majd holnap videót csinálni. Viszont... Mi van még? Valamit kihagytam. Mit hagytam ki? Szóval az egyik dolog az nem más, mint hogy az Egységes tiszta tisztázta a félreértést. Ezek a nyeregalátétek nem véletlenül kerültek be. Annyi, hogy mivel néhány régebbi generációs lóra nem jók az új nyeregalátétek, és hát nem akarják nem akarnak azzal bajlódni, hogy esetleg, tudjátok, a újabb nyeregalátéteket a régebbi lovakra leszik, ezért ezeket a nyeregalátéteket csak bizonyos fajtákra tudjátok megvenni. Ezeket pedig igazán az összes lóra fölbírjátok rakni, úgyhogy ne, nem tudom, aki szeretné, az meg tudja venni mind a kettőt, vagy az egyiket, vagy valami. A következő dologhoz a frissítésben pedig el kell mennünk Jorvikra, méghozzá morlandre. A Lifetime játékosunknak érkezett be egy új item, ami nem más, mint egy farokmasni, illetve egy sörénymasni, úgyhogy ezt is most már ki tudjátok venni innen a boltból. A legutolsó dolog, amit ebben a frissítésben, mint információt kaptunk, az pedig nem be kell mennünk, mint Pinta erődbe, mivel hát itt van nekünk H&M All In. És azt kell tudni, hogy H&M All In az egy valóságban is létező belga melegvérű, aki ugye bekerült az első sóval, tekintve, hogy a hm mel volt egy ilyen közös kis együttműködés az első sónak. Viszont H&M All In november 15-én, azaz két hét múlva, Hát, elmegy Jorvikról, és onnantól őt nem lehet megvenni. Többi belga melegvérűre nem vonatkozik, egyedül hm úgyhogy őt november 15-ig tudjátok megvenni itt, Pinte Erődben. Na, most, hogy ezt elmondtam, végeztünk a frissítéssel. Jövő héten érkeznek be a holland melegvérűek, úgyhogy egy lóvásárlós videóval várok vissza szerdán mindenkit, a héten pedig érkezik még több videó is, úgyhogy... Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a videót, remélem, hogy a legközelebben találkozunk. Addig is viszont, sziasztok!